Sziasztok! Ez a Késbarátok csatorna újabb része. Ez pedig a Kersó Launch 1, és abból is a Sprint Run kiadás. Én maga az a Sprint Run kiadás az annyiban különbözik az úgynevezett sima gyáritól, hogy nem fekete, hanem ilyen szürke anodizált alumíniumból van a markolata, illetve a penge az nem fekete, hanem egy ilyen picit ilyen fényesebb szürke DLC bevonatot kapott. Egyébként minden más ugyanaz, mint a sima változatom. Ugye a 60-61-es alumíniumból van a markolat, egy ilyen távtartó nélküli, két darabból álló alumínium markolat, amely egyébként itt tartalmaz egy zsinórfuratot is. Ugye, ott jól látható. A klip az kétféleképpen felszerelhető. Ugye, hegyfentállásban jobb, illetve bal oldalon. És ezáltal gyakorlatilag jobb és balkezesek ugyanúgy tudják használni a kést. Tehát nyilván, hogy a jobbkezesek ugye így nyomják a gombot, a balkezesek meg ugye mutató ujjal. A markolat a 117 mm, ebben egy 86 mm-es, 3 mm vastagságú penge található, amely egyébként teljesen középre zár, úgyhogy az összerakás minőségével abszolút nincsen probléma. És hát ugye mivel automata zsebkésről van szó, gónyomásra nyílik a penge. Úgynevezett button lock zárrendszer van, ami ugye úgy működik, hogy az ember a gombot megnyomja, és az oldja magát a zárszerkezetet, és ugye ezáltal a rugó segítségével nyílik a penge. Határozottan kattan a helyére, gyorsan nyílik. Nem lötyög, nem kotyog. Úgyhogy tényleg egy minőségi zsebkés. Ugye nagyon fontos megjegyezni itt is, hogy a Kersónál ez amerikai gyártású zsebkés, ugye itt is van az amerikai zászlónak a logója, illetve a Made in USA felirat, és ugye az anyagjelölés található még meg, ami CPM 154, tehát gyakorlatilag ez egy porkohászati acél, nagyjából ilyen 58-60 rokvel körülő keménységgel. Igen szívós, erős, kemény és éltartó acél, úgyhogy mindenféleképpen a közép-közép-felső kategóriába tartozik. A kialakítását tekintve nagyjából egy ilyen módosított drop point és kicsit egy ilyen szigonyszerű kialakítás van ugye ennek köszönhetően ennek a résznek, ami tulajdonképpen egy picit ilyen új támasznak is felfogható, vagy aként is funkcionál, bár nincsen reszérzés a penge tetején, de ettől függetlenül biztosan rá lehet fogni, és abszolút jó fogású a kés. És ugye az anodizálásnak köszönhetően a markolat is egy kicsit ilyen, olyan, mintha ilyen homokfúvott felületű lenne, és ezáltal a fém markolatokra jellemző csúszás az nincsen. Úgyhogy abszolút kényelmes, jó fogású, megbízható zsebkés. És ugye itt még az autókersó felirat van, ami ugye arra utal, hogy automata zsebkésről van szó. Egy kézzel is be lehet csukni, bár egy picit körülményes, de én azt mondom, hogy biztonságosan inkább két kézzel. Ettől függetlenül egy jól használható, tényleg egy megbízható kés, úgyhogy bárkinek bátran ajánlom. Hát ugye nyilván a viselése a sajnos törvényekbe ütközik, ugye az automata mi volt amiatt, de ettől függetlenül egy kényelmesen viselhető és jó zsebkés. Ez volt a Kersó Launch 1. Sziasztok!